önismeret fogunk beszélni. Úgyhogy én akkor Bárd János ebben neked a terepet. Köszönöm szépen! Leginkább különböző, mint a küzdősport, a jövőre ezzel mindig van benne egy általában van egy filozófiai tanítás.
ezzel nincs semmi baj, soha nem szabad a ló túloldalára este. Nem tudom, hogy éve nem is lehet, szóval mindig van benne egy általában van egy filozófiai tanítás, kicsit megkérdez az életre. Így általában dozsúrból megy be az ember, nem csak egy edzőterembe, ott nem csak egy edző van, hanem általában egy mester, egy tanító, aki az ő élet bölcsességét szépen lassan átsütötteti a rendszeresen, tehát a kemény edzőségen keresztül, amit nem csak az edzőterembe fogsz tudni használni, hanem hogyha odafigyel az ember, akkor a hétfőnök élete során azért bármely kevetés át fogja ültetni. Szóval mindenki megtalálni ki, mint a 30-et meg egy nagy különbség, és számomra is nagyon fontos volt, hogy valami 20 kis tanulja, nyilván az ötvédelem, nyilván a fizikó fejlesztésén mellett, hogy megismerje a jobb a magamat, és kiegyensúlyozza a vágyat a hétfőnök életet. Természetesen is az önvédelemben szól azért a 30-nézet. Ha nincsen szabály, ne az akar lenni, csak valamiért elcsúszott. És azért van a zárójelben raktam, hogy általában a 30-nézetekben mint szabály, de nem igaz, mert hogyha a kezdésen küzdesz, mint a küzdés is van emelve a más színnel, az azért, hogy ez az összekötő kapcs, ahogy a harcnézetekben a küzdés kormányi gyövényen rendszer is valamennyi összeköt, úgy kérek át, de ha egy kezdésen küzdesz, akkor muszáj szabály szerint küzdni. Szóval elmezt a legbrutálisabb a harcnézeti teremben, és meg kell ütni, hogy kell torokra ütni, mert az nagyon működik, de ha te ezt megcsinálod a kezdésen, valószínűleg holnap az ember nem fogja jönni fel a rendszerekkel. Ilyenkor muszáj egy szabályrendszerre küzdeni. No, és ahol viszont nincs küzdés, szerintem, nincs a körülmény kezdésre részves túl srác, hogy nincs valamilyen formában legalább küzdés, mindig egy kicsit utas. Az át is nagyon jól elmondta, hogy az utcán is az a szervesen, amit az edzőt teremben ott tanultál. Szóval nem fogod felismerni ezt a szituációt, hogy még sose gyakorolta, úgymond egy elmélyező körülmények között. Az edzőt teremben mindig elmélyező körülmények között vagyunk, általában nem félünk, mert azóta edzőnk már régi, de ismerjük mindenkinek, tudjuk a mozdulatait, de az utcán nem tudod előre, mi fog történni. Az utcán általában egy nagyobb embert, hogy megtállunk meg kisebbet, általában többen tálunk el meg valaki egyedül van, és erre kell felkészülni. És úgy fogsz küzdeni az utcán, hogy az edzőteremben felkészülsz. Szóval, hogyha elcsalod az erősítést, akkor nem fogsz küzdeni majd az utcai vélemet. Szóval ez a nincs szabály, azért van zárójelben téve, hogyha mégis küzdelésre kerül a sor egy egyetemben, vagy egy dozsúban, akkor általában használ a szabályokat, de igazából önvédelemben van kifejezve a harcnézetek, valamelyik több száz, valamelyik több ezer éves tradícióval rendelkezik. Kínai biztos legismertebb funkció, mindenki hallott. Ez is általában önvédelemben van kifejezve, és még a japán, egy csincsú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 cs
Most már ők is azért rájöttek, hogy nem jó, nem valahelyik az ember, hogy megjelentetni magát, ugye egy ütés, egy versenyre tényleg lehet szűrni azt, hogy tényleg működik ez a technika, jó vagy sem. És van verseny lehetőség, hogy általában vannak verseny lehetőségek, de nem az a cél. Tehát, hogyha te elmész, minek így hirdetni magát, hogy harc, általában nem fogsz versenyéssel találkozni, de lehet, hogy van rá lehetőség. Ugyanúgy a tömvédelmet meg fogsz tanulni, tehát olyan technikákat, amik működnek egy tüzelővédelmet, de függetlenül küzdésben, amikor tűzösszakra egy szabályrendszer, tehát úgy volt, hogy elég összemosodik, hogy a harc, amit a küzdés volt ennek a határa, de talán így lehet megfogni. Vannak eszközök, ugye azt sajnos most nem látszik, tehát tanítanak eszközökkel, technikákat, nagyon különbségű vannak rajtszerűen eszközök, papar, bokken, ezzel alá nem nagyon hangálnak az utcán, vannak moderne fegyverek is, de mindig megvan benne ez a kettőség, őszt a hagyományodat, őszt a tradíciót, tehát valakinek tetszik, valakinek nem, valakinek szükségét érünk, valakinek erre nem, tehát itt mondom, hogy mindenki megtalálja azt, hogy neki igazából tetszik, ami jó szerint, és abból kiteljesedni. Vannak formagyakorlatok, ugye kátár, mondjuk mozdulatsorok, ezért is vannak eszköznélkül, mint formagyakorlatok, vagy eszközösek, de vannak formagyakorlatok, és az öt év az azt jelenti, hogy kár jelző az idő, amikor nagyjából képbe kerül az ember szerintem, hogy harc nézhetve. Ez a fajta legtöbb, ez az, az nem azt jelenti, hogy tényleg akkor te vagy a csúnyaharcos, és akkor mindenkit le tudsz verni, de nagyjából azért, amit ott tanulsz, van egy rálátásod, az utcai védelemre is azért már tudsz használni, fel tudod ismerni a szituációkat, és meg is tudod magadat védeni, de igazából ilyen hogy nincsen, mert 100%-ig valószínűleg nincsen semmi. Olyan szerintem nincs, hogy akkor most a technikát megtanulod, és akkor
helyzet biztos, hogy mindenki levesz. Ilyen nincsen. Hallottam egy jó mondást, hogy igazából egyik harcnézet sem működik, de egy jó harcnézet az összetet tudni működtet. Azon múlik, hogy te azt hogy működ át a gyakorlatban. Lehet, hogy nem a technikával van, mert azt nem gyakorlatod elegben. Mert ha csak 10-et csináltad, lehet, hogy kevés, mert 100-et kell csinálni. És ugye lehet, hogy az utcán másik működik, hogy a teremtő, hogy ott is az utcán általában félsz, általában stresszelsz, általában izgulsz, és lehet, hogy vicc azt látni, hogy magadra tudod eljön. Szóval elég sok minden megtörténik. De nagyban alatt, hogy ez a különbség, hogy ez jelen harcolni, tehát egy szerintem, de hát nyilván mindenki látja, hogy ezt ő látja. Ugye küzdősportot, itt nincs meg ez a filozófiai tanítás. A tendő sportelmélet, hogy elnyelte szerintem vannak, tehát átmész idehoz, hogy persze kell vagy a kitartásra, használhatod ezt is önismeretre, mert csak nem ennyire tudatosan nyomják az arcot. Tehát itt edző van, nem mester. Az edző, különböző versenyzés, akkor ő látja, hogy fel kell például van, legtöbbször versenyfelkészülés van. Hogy versenysz azonban nehéz azzal foglalkozni nélkülte, most akkor hogyan valósít meg az álmaidat a végtet a példamelem, mert ez a cél, hanem azért jött, hogy készüljél, edzél, meg a következő nem minden küzdősport kötelező a verseny, nem minden edzőtárban, nem minden dozsokban, de azért inkább a versenyzőknek van a küzdősport megteremtve. Nyilván lehet fogidjét is járni, mert nem kötelező, bár van tudok olyan helyre, ahol egy szint után már kötelezőnek teszik, hogy eljutatsz túl, hogy összint, hogy én ötlődsz a 20-án versenyt. Szóval itt igazából sportelmélet van, főleg a versenysportban, a sportpszichológusokban, a mai világban már azért foglalkoznak a mentális felkészítéssel, hogy nem mindig egy küzdősportban nincs meg ez a mázra, ez a logisztikusság, ez a keleti dolog, de a salamók nem vannak szerve, és inkább sportspecifikus az egész. Önvédelem lehet, hogy függetlenül még működik, mert mondja valaki azt, hogy a hátjós nem működik az utcán, tehát ezt nem hinném, de nem biztos, hogy úgy, mint ahogy azt gondoljuk. No, mert ahogy mondta az AP, hogy ott minden lehet, és itt is egy a szabály, tehát sportspecifikus. Virtuózó megszokja azt, hogy nem fog tudni is tudásra. Ha az utcán így akarod használni, akkor meglepődsz, hogy fognak tudni rúgni. És hogyha erre nem készültél fel, akkor az lehet, hogy ez komoly hátrányt tud éve. Szóval más a edzőtermi küzdés, más egy versenyküzdés, és más egy utcaérvétel. De a fakincs az ott van. Amikor úgy tart a kérdéseket, akkor szeretem úgy bemutatni, hogy így átvezetlen egyik a másik. Nem azért, hogy azt mondja, hogy ez jobb vagy rosszabb, mint a másik, hanem hogy lássa a különbséget. Hogy elmegyek egy versenyből, egy judó versenybe, nyilván nem fogunk így élni a fény. De akkor még, hogy csinálok egy foglást, és leviszek föld, akkor meg lehet neki mutatni, hogy olyan, hogy minden ez lehet, az lehet. És mert nézz egy picit tovább, úgymond kivész a dobozból. De ha a szabályrendszerre küzdesz, akkor mindig bezártad az egy dobozból, hogy megszokott, hogy te boxoltó vagy, és a boxerzés állsz, akkor csak ütések van. Lehet, hogy amikor összekerülsz az utcán, mi arra, akik náluk is, és nem kell között harcosnak lenni, sőt, azok még veszélyesebbek is, mert nem ütsz, amit zsuzsol, hogy már begyakorolod, és akkor meglepődsz az ember, és vagy elég jó vagy, hogy tud átültetni csak a boxudásra a szemérelme, vagy nem, és akkor viszont nem tudsz már mihez nyúlni. Tehát minél több minden van a tartozra, az minél több különbéknek gyakorlod, annál kérdete, annál nagyobb valószínűséget fogod tudni használni a szemérelme, de ez annál több ideig tart. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a mai világban új instant megoldásokra vár, azonnal minden gyorsan, de a küzdősport, a harcrészetek, vagy általánosan a sport, az sosem arról szólt, hogy gyorsan kicsinálják valahol. Kell idő, izommemóriába le kell milyen mozdulatot, akár nagyon-nagyon sok veszett kell gyakorolnod, ezt után tud élesen használni. A küzdősport általában nincsenek eszközök, tehát ugye nem gyakorol a késő, a tájékoztatok, a ütése tudások vannak, ilyenkor is ezért is lehet jó, hogyha te az utcán találkozol egy késő, és csak ütése tudásokat tudsz használni, hogy jó-e az, hogy át tud-e nyújtani erre a szituációra sem. Nincsenek általában nincsen koronagyakorlatok, mondjuk egy testfej felütési jelenlegi koronagyakorlat, csak nincs meg benne az a disztikumit, amikor egy távolkeret választok, hogy csinálsz, csak sokkal jobban felfűzik ezt a gondolatsort. Leginkább a versenyzésről szól, de nem csak verseny, az ők is veszetek küzdősportokat. A küzdelem az itt, anélkül nincs is küzdősport, nem nincs küzdelem. Három évet írtam, hogy az az idő, mint amikor nagyjából képeken ez azért kevesebb, mint az előző harcrészet, vagy mondta, és a küzdősportok általános sportspecifikusok, tehát a boxoló csak az ütésekkel fog foglalkozni. Nem kell neki megtanulni a dug, mivel kevesebb az anyag, ezért több idő van ezzel foglalkozni, és ezt itt mondjuk nem lehet egy-két edzésről,
3-4-ből beszélek, tehát effektíve gyorsabban fogjuk haladni. Tehát idézően kérdezi gyors haladás, nem kell neki van minden tanulja, és mondjuk, hogy csak box mérkőzésre készül, akkor ez az idő elegendő lehet ahhoz, hogy fel tudjuk készülni egy megfelelő szinten. No? Nem lesz egy világbajnok, de azért már nem is mondhatok, hogy kezdenek az idő. És akkor az önvédelmi rendszerek, itt is elhangzottak van többféle fajta, de leginkább ugye ezek katonai, a rendvédelmi dolgok. Vannak civil önvédelmi rendszerek is biztos, de az a mindig egy ilyen kicsit lebutított változat. Mert a mentális felkészítésre gondolják, hogy igenis stresszre készítenek, van a borítoznak, hogy szok azt a pszichikai nyomás, amikor ez ér téged az utcán. Tehát nem a megint az a cél, hogy te most nem tudsz megvalósítani az állatot, hogy céljét a pénzt a fiatal, hanem hogy ér, úgy azt a helyzet, és mindent elhelyeznek ki. A mentális felkészítés is erről szól, stressz szituációkba helyeznek, hogy újra és újra, hogy megszokta ezt, és mikor oda kerülsz, már nem lesz akkor a hatás alá. Egyértelműen az önvédelem a cél. Itt nagyon nincs is versenyzés, én tudom, de küzdések vannak. Tehát azért védőkárszerző tagolás, a defendős is használja az bizonyos védőkárszerzés, és küzdenek valaki a szabályrendszer. Az az árjában, hogy nincs szabály, mert mi a utcai védelemnek észnek, ahol nincs szabály, de ugye ezt hogy gyakorlunk. Aki már volt olyan helyen, hogy lement és mondták, hogy olyan gyilkos technikáit vannak, hogy nem így gyakorlunk. Tehát nincs. Ez olyan veszélyes, de csak nagyon lassan, nagyon gyengén szabad csinálni. Én ezt értem, de ugye ezt hogy fogod akkor átültetni a gyakorlatot. És tényleg valami most a szemkinyomást, azt nem annyira jó rendesen csinálni egy edzésen, de a küzdés az mindig ezt tudja helyettesíteni, hogy vannak szabályrendszerek, de általában még vigyázzuk is a másikra, az mindenki teljesen gyakorlással küzd. És hogyha erre elég be tudod illeszteni azt, hogy nagyon kilejtetni a szemét, meg el lehet küzdni a haját, akkor egy nagyobb állátásod lehet az egészre. Ha nincsen forma gyakorlatot, eszközök az általános, hogy modern eszközök van, tehát itt megint nincsen fakardozás, kés van, tisztelő van, minden, ami a modern önvédelemre eszköz előfordulat. És én egy-két évet írtam, megint arra a szint, amit nagyjából el lehet sárkítani, de azért, mert általában aki elkezdik ilyen önvédelmi rendszert, ami már van valami alapképzettsége, mert általában önvédelmek katonai dolgokat tanulnak, persze van egy civil formája, de általában már van egy előképzettség, illetve ez még inkább specifikus, megint mondtad az utcai dolgokban, ami lekerül az ember a földharcra, a földharcításra kerülhet, mert nem akar háromszög folytást váratni, nem akar partiszítést csinálni, hanem az a cél, hogy gyorsan kerüljön föl, tovább megvan a kőben, amely került és kérdő, és most menekülj rá. Tehát sokkal specifikusabb, úgy érzi, hogy sokkal egyszerűbb, mert nincs 28 átfordítást és 72 fajta feszítés, de az nem azt jelenti, hogy egyszerűbb, az könnyű is. Nem? Tehát egyszerűsödik a dolgok, mert tényleg mindenfajta sallamra bekerül, mint technikai szinten, mint elmérkezik, és csak amíg tényleg bűnkerül, brutálisan használható az utcán. Nyilván ezért is nehéz, hogy ezt civilként egyből meg kell használni, és küzdelmekkel tudom, hogy később fogok beszélni, de az, hogy tehát a küzdelem, azt én érzem, hogy az itt vezet át az önvédelemhez. Nem küzdesz, igazából nem biztos, hogy le tudod szűrni azt a technikát, hogy magadat, hogy azt meg tudod magad félelni az utcán, és hogy van-e tényleg annyi erőt, hogy önmagad, hogy kimered állni magadért, szóval a küzdelem az, ami átvisz minket erre az útra, és most mindegy, hogy csak dobásokkal küzdesz, földharcok vannak, hogy lehet ütni vagy dugni, aki már küzd, hogy bármelyik is azért azt tudja, hogy nem egyszerű. De ahhoz, hogy elsejtsd a küzdést, hogy nem ugye azonnal a fokozatosság elvébe is szedni, hogy neked tartani. És már nem csináltam meg ezt, de úgy néz ki, hogy háromszöget képzeltek el, hogy az alapja a háromszögnek fizikai állóképessége van. Ha nincs megfelelő erő, állóképessége, akkor mindegy, hogy milyen halálos technikát tanítanak, nem fogod tudni megcsinálni. A stresszt nem bírja a testet. Tehát amikor ilyenkor sok hatás ér, az nagyban meghatározza azt, hogy milyen fizikai kondícióban vagy, hogyan veszed a levegőt, milyen az izomzat a testfelépítése. Szóval mindenek ebben a utána jöhetnek egyszerű módulat, hogyan kell helyesen futni, hogyan kell helyesen rúgni. Utána jöhetnek a technikák, hogyan kell megcsinálni a jelvezetést, a folytást, a feszítést, háromszor a teteje, mert küzdés, ez hogy kötött rá küzdelmi szituációt,